Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ilyenkor ősszel előfordul, hogy már kicsit hűvösebb az idő, és bizony jól tud esni egy-egy forró leves, főleg akkor, hogyha mondjuk ilyen gyönyörű édes burgonyát és hízott libamáját használunk hozzá. Az édes burgonyát vagy batátát még mindig sokan nem ismerik, pedig hihetetlenül finom és egészséges zöldség, kicsit hasonló a sütőtökhöz, tehát a felhasználása is hasonlatos a sütőtökhöz. Hogyha főzünk belőle, akkor célszerű megsütni sütőben, úgyhogy most én ezzel fogok kezdeni. De még mielőtt ezt betenném a sütőbe, egy pár szó essék a libamájról is. Ez kb. Egy ilyen 30 dekás libamáj darab, és kinhagyom szóba hőmérsékleten. Ez azért fontos, mert majd ki szeretném az ereket szedni belőle, és hogyha hűtő hideg a máj, akkor bizony kemény, és nem tudom szépen roncsolódásmentesen ezt megoldani. Szóval amíg ez itt szóval hőmérsékleten egy kicsit merekszik, addig meghámozzuk az édesburgonyát. A sütőt ilyenkor célszerű már előre bemelegíteni, ez most már 250 fokon melegszik, ugyanis csak annyi a célom, hogy kicsit megkaramellizálódjon az édesburgonya, ezáltal még mélyebb és sokkal finomabb lesz az íze. Nagyon szeretem az ilyen ázsiai ihletésű leveseket, és érdemes tényleg kipróbálni, főleg mikor már egy kicsit hűvösebbre fordul az idő, tehát ilyenkor ősszel és télen, hogy a gyömbér, a lime, a chili, hogyha van egy kis kaffir lime levél vagy citromnád, mennyire jól át tudja melegíteni az embert a hűvös időben. Sózni nem kell, mert akkor leveteresztene, mehet is be a 250 fokos sütőbe. Lássuk ezt a libamájat, hogy szobahőmérsékleten milyen állaga lett. Ugye elmondtam a műsor elején, hogy nagyon fontos, hogy hagyjuk egy kicsit, hogy puhuljon szobahőmérsékleten. Hát legalább egy óra azért kell neki. És ilyenkor szépen fektessük így a hátára, és kezdjük el. Hát ehhez érdemes egy gumikesztyűt fölhúzni, hogyha van kéznél. Szépen fektessük így a hátára, és ilyenkor, hogyha így lenyomkodjuk, akkor meg is fogjuk látni, hogy feltűnnek benne az erek. És nyilván mindet nem fogjuk tudni kivenni, és nem is kell, de ezeket a vastagabbakat azért célszerű az ilyen libamájhoz először kiszedni. Na most megnézik, már szépen kijöttek belőle az erek. Nagyon nem kell szétrancsírozni, és azért célszerű egy ilyen villát használni, mert ez mint egy gerebje, szépen összeszedi a benne lévő kisebb ereket, és gyönyörűen el lehet vele távolítani. Nézzük a fóliát. Hogyha egy kicsit előrelátóbbak vagyunk, akkor érdemes már a májat fóliára kiteríteni, és azon így felboncolni, mert akkor nem kell már utána később áttenni, de nem túl nagy darab, úgyhogy szerintem meg fogom tudni oldani ezt a feladatot. Úgyhogy jöhet is ide ki a fólia. Így. Hogyha elég nagy a máj, akkor célszerű duplán venni. Így. És akkor még egy fólia ide mellé. Kis átfedéssel. Itt fontos, hogy ahol átfedi egymást a fóliát, jól nyomkodjuk össze. Természetesen a késnek a fokával. Csak megkarcolom, ugye nem akarom összekarcolni sem a tűzhelyt, sem a késérét csorbítani. Így, né? És akkor most szépen jöhet is át a máj így a fóliába. Na, aggódjunk, most úgy tűnik, hogy ugye teljesen szét van esve, de ahogy majd visszatesszük a hűtőbe, meg fogják látni, hogy gyönyörűen vissza fogja nyerni az alakját, és amilyenre most formázzuk, azt meg is fogja majd tartani. Elkötöttem a két végét. Így, né? És ezzel most már más teendőnk nincs is, csak hogy betegyük a hűtőbe, ugye most még teljesen lágy és puha, hagyjuk, hogy megkeményedjen, aztán szépen szeretehető lesz, és van a forró levestől fog elkészülni, úgyhogy ez mehet a hűtőbe. Az édes burgonyának kell még azért egy legalább 15 perc a sütőben, a libamáj az bent hűl a hűtőben, úgyhogy most jöhet a levesnek a többi része, mégpedig ezek a már korábban beharangozott, fantasztikus illatos fűszerek, mint például a gyömbér, a chili, ugye citromnád, a nagy kedvencem, és hát, hogyha kapnak
bár most már egyre több helyen lehet szárítva is beszerezni, ez a lime levél, a kaffir lime levél, meg elképesztően jó illata van, ha nincs, akkor persze hagyják ki nyugodtan, de minél illatosabb lesz ez a leves a végén, annál finomabb. Egy darab gyömbér, először is citromnád. Ugye, hogyha kívül vannak ilyen elszáradtabb levelek, azokat célszerű kihúzni, késsel megütögetjük. Ez már bőven elég ahhoz, hogy az értékes illóolajok, amik itt vannak belül, ezek kifőjenek, annyira jó illata van, szóval, hogy ezek kifőjenek belőle, úgyhogy ezt nem is fogom aprítani. Itt vannak a fűszerek, ugye van itt egy kis zöld köripaszta, hogyha ilyet nem kapnak, az sem probléma, mert hogyha csak gyömbérrel, csilivel és fokhagymával készítik, akkor is finom lesz, úgyhogy először én ezt a pasztát fogom beletenni az olajba. Ja, akkor figyeljünk, hogy ne legyen hideg, tehát már lehet hallani, hogy egy kicsit serceg, nagyon forró, mert megégetni nem szeretnénk. És most az összes többi fűszer, így a gyömbér, a csili, a fokhagyma, ugye a citromnád, minden szépen mehet bele. És már lehet is érezni ezt a hihetetlen illatot. És amikor megpirult, akkor jöhet hozzá egy kis csirke alaplé. Ezzel a levesnek az alapja el is indult a saját kis útján. Szépen kifűzzük a fűszerek ízét. Amikor ez megvan, akkor jöhet bele a megsütött édesburgonya, amit én szerintem most már ki is veszek a sütőből. Nézzék, milyen jól néz ki, ahogy megpirult, és ennyi idő alatt, meg is mutatom önöknek, teljesen meg is puhult. Tehát teljesen ugyanúgy viselkedik, mint egy sütőtök. Úgyhogy nincs más dolgunk, csak hogy szépen áttegyük majd a levesbe. Hogy legyen egy további izgalmas komponens, kevés kesúriót fogok megpirítani szálas serpenyőben. Ugyanis, ha belegondolnak, akkor a libamáj az egy krémes és puha dolog, van hozzá egy krémleves, és az ember foga szereti, hogyha van mire ráharakni, különben egy idő után unalmassá válik az a fogás, amit éppen eszik. Úgyhogy mindenképpen érdemes, és itt a textúrákról annyi szó esett már a főző műsorokban, de higgyék el, hogy fontos, hogy egy kis textúra, tehát egy valamilyen roppanás, hogy valami legyen, mint az ember meg tud rágni, mert különben a tizedik kanál után már unalmassá válik ez az étel, legyen ez egy leves, vagy bármilyen főétel. Amíg ez itt pirul, addig hozom a levest, ugye látják, hogy a citromnád az szépen egyben maradt, alaposan kifőtt az íze, úgyhogy ezt így egyben ki is tudom dobni. És én még a kaffir lime-levelet nem tettem bele, hanem ezt majd csak túlmixolás után, a legvégén szinte csak bele fogom majd infúzionálni, tehát az aromáit és az illóolajait át fogja majd szépen adni a levesnek. Jöhet a rúdmixer, és alaposan krémesítsük. Azért látják, elég sűrű lett ez. Most egy ilyen jó édesburgonya pürénk van. De nem kell megijedni, ugyanis tejszín helyett ebben most egy kevés kókusztejet fogok tenni. Ez fogja tovább ízesíteni, illetve az egészet egy kicsit lágyabbá teszi majd. Ezzel is összetúrmixoljuk, aztán meglátjuk, hogyha kell még, akkor teszünk hozzá egy kortyalaplevet. Nézzék ezt a leves, milyen hihetetlen, gyönyörű. Ha megérzik az illatát, már csak azért is érdemes elkészíteni, hogy önök is otthon érezzék ezt az illatot. Ez tényleg semmivel nem összehasonlítható. Közben van még itt egy trükk, forró vízbe áztattam a kést, a libamája sokkal könnyebb szeretelni, hogyha a kés forró. Hozom is, még egy kicsit hűhetett volna, de bízom abban, hogy forró késsel azért szeretelhető lesz. Nézzék meg, hogy milyen gyönyörű, ahogy szépen kiszedtem belőle az ereket, és látjuk ott az illesztéseknél, hogy a máj szépen össze van préselve egy kicsit, úgyhogy óvatosan vegyük le róla a fóliát. Jöhet is a tányér közepébe. És lehet, hogy furcsán hangzik önöknek, de higgyék el, hogyha ez forró levessel nyakon öntik,
az a hő pont elég ennek a májnak ahhoz, hogy hihetetlen finom legyen, és nem kell túlfőzni. Ez mehet is vissza a hűtőbe. És a cashew diót azért célszerű egy picit összeaprítani egy késsel. És ha igazán nagy szenzációt szeretnének a vendégek körében, akkor célszerű egy kancsóba kitölteni a forró levest, oda menni az asztalhoz, mindenki megkapja így a kis tányérját, és amikor már az asztalnál ülnek, akkor csak rámerik. És ami nagyon jól passzol hozzá, az egyébként a koriander, hogyha már ilyen kicsit ázsiai, keleties irányba indultunk, akkor célszerű egy kis koriandert, locsoljuk meg még egy kis extra szűz olivával, hogyha van kéznél, így né. És ha maradt még egy pici cashew diónk megpirítva, szórjuk a tetejére. Hát ezzel ez a fantasztikus, illatos, őszi, édes burgonyleves el is készült. Ezt mindenképpen ígérjék meg, hogy kipróbálják, a receptet az ízesjel.hu megtalálják. Jó étvágyat kívánok hozzá, viszontlátásra!